Zágrábban vagyunk az Európai Néppárt kongresszusán, ahol arról kérdezzük a politikusokat, hogy mit szólnak ahhoz, hogy nincs itt a Fidesz, és látnak-e arra bármi esélyt, hogy a jövőben visszaveszik őket a néppártba. I miss Hungary, I don't miss Fidesz. Persze, hogy hiányzik. Na, szerintem itt van a Fidesz. Milyen formában? Szerintem gondolatban és fizikálisan is. De igen, hát természetes volt, hogy a Fidesz delegációja itt van a néppárti üléseken, és ez egy sajnálatos helyzet, ami reméljük csak átmeneti. I was one of the people who wrote a letter to the APP presidency in order to do something about them. I was the one reacting against of the peoples which raised the subject of excluding Fidesz from EPP. The EPP has taken the decision to suspend Fidesz, so nobody from Fidesz is participating in this Congress. This is a logical consequence. I think that was, you know, not an easy choice for the EPP, but it was the right call. I think the pattern we've seen in Hungary since 2010 is one that does represent a deviation from the values of the EPP and indeed of the values of the European Union. I still remember I was in Hungary during accession talks. I was coordinating my country's accession, and I was envy, like, you know, about the Hungary's leadership. You've been first invited to negotiations. It's a pity to see Hungary like this. Die sind so europäisch und christdemokratisch und mitteorientiert, wie alle anderen Kollegen auch. Man sollte mit ihm diskutieren, statt ihn zu boykottieren. I have a special relation with your Prime Minister Viktor Orbán, and I cannot say Viktor go out from EPP. I can't do that. I don't see any bright future for any European political confederation, which is excluding the most successful parties on national elections. If we are willing to play a Russian puppet game in Europe, this is not why we, you know, had Hungarian or Prague events or Vilnius events, why we were fighting for freedom. You know, I'm fed up with Russian games. So if we didn't, you know, we won that freedom for 30 years, not to play it again. For me, the colleagues of Fidesz, some were there already in 89. They were the heroes of 1989. They opened the Iron Curtain. They made sure that Europe could grow together. And I think, I hope that in that spirit we can work together again. But there are outstanding issues that we still need to resolve. Hogy látja a Tusk vezetés alatt, milyen esélyei vannak a Fidesznek arra, hogy visszakerüljön a néppártba? Én azt gondolom, hogy Tusk szerepet vált, tehát eddig ő az Európai Tanácsnak volt az elnöke, most az Európai Néppártnak lesz az elnöke, és alapvetően az elnök feladata az, hogy egyesítse a pártot. Azt reméljük, hogy a EPP új vezetése az kész lesz megadni azokat a válaszokat, amelyek most európai sorskérdései feszegetnek. Nem belső vitákkal fog foglalkozni, hanem a néppárt megerősítésével. Also ich glaube nicht, dass die Fidesz rausfliegt. Well, it depends, of course, on the conclusions of the Van Rompuy Committee, and it also depends on how issues like the Central European University, how they develop. Politikai akaratra van szükség elsősorban egyrészt a Fidesz részéről, másrészt az Európai Néppárt részéről. The political assembly will conclude this issue, and Fidesz will stay inside of the EPP. If they wish to stay, there are two sides. The precondition for Fidesz coming back and being a constructive partner is for Fidesz to, you know, start behave like one, and indeed backtrack from many of the changes that have been done in Hungary since 2010. Man kann nie sagen, der und der muss das und das tun. Stay European, fight for Europe, fight for Ukraine, and it will be okay.